A Vasas eddig három meccséből mind a hármat elveszítette az NB1-ben, még a Kisvár a két sikere mellett egy vereség állt, és mind a két győzelmet idegenben sikerült begyűjteni a Máté Fiesztel lányainak. Legutóbb hazai pályán a Budaörs ellen léptek pályára a várdaiak, és meglepetésre vereséget szenvedtek. A meglepetés most is érett, legalábbis a mérkőzés elején úgy tűnt, hiszen a Vasas bátrabban játszott, ami az eredményben is meglátszott, hiszen a 10. percben 3-2-es vendégvezetést mutatott az eredményjelző. Aztán a folytatásban ment az adok-kapok a gólok tekintetében, a 22. percben pedig azért észbe kellett kapniuk a Kisvárda játékosainak a Vasas 7-6-os vezetésénél, hogyha nyerni szeretnének, akkor igenis komolyan kell venniük ellenfelüket. Az áttörést a hazaiaknál a kapuscsere hozta meg. Jekatyerina Dzsukeva ugyanis a félidő utolsó 8 percét kapott gól nélkül hozta le, még a mezőn játékosok találatokat is szereztek, így végül 10-7-es várdai vezetéssel fordultak a csapatok. A második játék részben aztán mind védekezésben, mind pedig támadásban feljavult a Kisvárda. A tavalyi gólkirálynő Triscsuk Krisztina megszerezte első akciógólját is. Hakulova Triscsuk kanyarodik fel, és ha Triscsuk felkanyarodik, és ilyen zárás kap, akkor képes arra, hogy ekkora gólt is lőjön. De nem csak nála szakadt át a gólzsák, hanem az egész csapatnál, amely maga biztosan növelte előnyét a szinte folyamatosan emberhátrányban játszó Vasas ellen. Végül 9 gólos különbségnél állt meg a Kisvárda, amely második félidei magabiztos játékával végül megérdemelten nyert 30-21-re. Sajnálom ezt a mai mérkőzésnek az első félidejét, nem így készültünk egész héten. Azt kértem a lányoktól, hogy vegyük komolyan ezt a mérkőzést, de azzal foglalkozunk, hogy a Vasas milyen helyet foglal el a tabellán. Sajnos ezt nem igazán sikerült megoldanunk. A mérkőzés egész folyamán rengeteg hibát vétettünk, nagyon sok technikai hibát, 13 zicsert hagytunk ki. A kapus teljesítmény sem volt ma nagyon kiemelkedő, úgyhogy saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat. A Vasasnál Kovács Péter úgy látta, sokáig partiban voltak a Kisvárdával. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés nagy részében jól játszottunk, és nagyon közel voltunk a Kisvárdához. Ugye mi tanulási fázisban vagyunk az NB1-ben, után nekünk az NB1-ben ilyen sztárcsapatok ellen is helyt kell állnunk és bizonyítani, és ahogy mondom, a mérkőzés nagy részében ez jól működött. Én nem szoktam ilyet mondani, de úgy gondolom, hogy a feltétek nem voltak egyenlőek. És nagyon sajnálom ezt a két leányt, két játékvezető lányt, aki biztos, hogy jó indulatú két rendes emberke. De úgy érzem, hogy a részünkre annyi hibát követett el, illetve annyi hátrányt hozott létre, amivel az a 9 gólos különbség végeredmény kialakulhat. A Kisvárda a következő fordulóban az eddig nyeretlen MTK otthonába látogat.